Európa újkori történetének legnagyobb menekült válságát éli, amióta Oroszország megtámadta nyugati szomszédját. Az elmúlt 11 hétben már 6 millió ukrán hagyta el hazáját Putyin inváziója miatt. Magyarországra a kormány tájékoztatása szerint csak nem 700 ezeren érkeztek. Van, aki közvetlenül Ukrajnából és van, aki Románián keresztül jön hozzánk. A menekültek nagy többsége azonban csak átutazó, a legtöbben Nyugat-Európában várják ki a háború végét. Európa tehát sohasem látott humanitárius problémával is menekült áradattal néz szembe ismét, és Magyarországban ez is kiemelt problémát okozhat természetesen a déli határszakaszon is, illetve a magyar-ukrán határszakaszon is, hogy mi a pontos helyzet, és hányan menekültek ide Magyarországra, erről kérdezem Bakondi Györgyöt, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját. Jó estét kívánok! Jó estét! Az ENSZ azt mondta, hogy kb. 578 ezeren menekültek ide, a kormány szerint közel 700 ezeren. Mennyi a pontos szám? A, ugye az ENSZ az egész háborús helyzet kezdetekor azt mondta, hogy az ő prognózisa szerint 250 ezeren fognak Magyarországra menekülni. Én magam nem gondolom, hogy ebbe vetélkedőt kell hirdetni, hogy kimond nagyobb számokat. A tényadatok a fontosak, és az is mutatja, hogy a háború elhúzódásával nő a szám, mint amennyit annak idején a háború kitörésekor az ENSZ számolt. Ugye 691 ezer volt tegnap éjfélig, mai napon meghaladtuk a 700 ezeret az érkező menekültek, Ukrajnából érkező menekültek számát tekintve. Ez egy második világháború óta soha nem látott nagyságrendű menekült áradat, amelynek a fogadásában, az érkezők ellátásában, elhelyezésében, szállításában, ellenőrzésében az állami szerveknek, itt elsősorban rendőrségre gondolok, idegenrendészetre és más hatóságokra, nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenni, ugyanakkor pedig rendkívüli nagy társadalmi összefogásra volt szükség, részben azért, hogy a érkezőket el látni, szállítani, elhelyezni, a továbbutazását is segíteni, de másrészt azért, mert a Magyarország úgy érezte, és ma is úgy érzi, hogy segítséget kell nyújtania a nyugat-ukrán területeken levő nagy nagyszámú menekültnek, akik kelet-ukrán területekről menekültek oda, részben Kárpát-aljára, részben nagyobb mélységbe. És hát rendkívül sok, több mint 3 milliárd forint értékű karitatív anyagot, fektetőanyagot, élelmiszert, gyógyszert, gyermektápszert, stb. küldtünk Ukrajnába. Ez egy nagy erőfeszítést igényelt, és a kettős feladat együtt, tehát a kiküldés és a fogadás, ez rendkívüli, jelentős társadalmi összefogást igényelt. A felmérések szerint minden harmadik magyar ember segítséget nyújtott a menekült helyzet kezeléséhez. Ez olyan mértékű társadalmi összefogásra utal, amelyre eddig még soha nem volt példa. Mi a helyzet azokkal, akik ide menekülnek, tehát nem Kárpát olyan várják ki a háború végét, hanem ide menekülnek Magyarországra? ők hányan vannak, mit lehet róluk tudni, hogy mennyien maradnak itt? Ez egy változó, változó ö, számokról beszélünk, mert ugye például akik úgy gondolták, hogy kivárják a kárpát -Alján vagy nyugatukrán területeken a háború kimenetelét, azok egy része, amikor most már kárpát is rakéta találat és több légiriadó is történt, ez ö, mégis úgy gondolta, hogy biztonságosabb lesz, hogyha ö, Magyarországra érkezik. Ugyanakkor, amikor a az ukrán katonai alakulatok visszafoglalták eh, Kijevtől keletre eső területeket, számos települést, és a közvetlen fenyegetettsége például Kievnek megszűnt, viszonylag nagy számba indultak vissza azok, akik eh, otthon hagyták a férfiakat, a család férfi tagjait, vagy otthon maradtak az idősek, ők a gyerekekkel átmenekültek, és most úgy gondolták, hogy itt az idő a visszatérésnek. Hmm. Tehát van egy ilyen típusú mozgás is, hogy vissza is áramlanak, jönnek is azt gondoljuk, hogy a, az érkezőknek azért olyan, olyan egy harmada az, aki mindenképpen Magyarországon szeretné megvárni a, a, háború végét, vagy esetleg úgy gondolja, hogy tartós megoldásként esetleg itt, itt keresi a végleges megoldását, mivel mondjuk a háború következtébe mindene megsemmisült, a háza is nincs, nincs hova hazamenni. Nyilván ez is változhat majd a háború további kifejlődésétől függően, illetőleg, hogy ha bekövetkezik a, a fegyvernyugvás és egyáltalán elkezdődnek a béketárgyalások, ennek most rövid távon nincs esélye, akkor milyen erőforrásokat fognak mozgósítani az ukrán állam újjáépítésének a támogatására. Nemrégiben Londonban volt egy donor konferencia, ahol... Magyarország is 37 millió euró értékben a tett felajánlásokat iskola, kórház építésére, diákok fogadására, sebesültek ápolására. A struktúra, struktúra újjáépítésére, például, hogy beinduljon a normális élet erre Hát például igen. Volt, akiben Korko... adakoznak az országok. Hát ez, erről szólt ez a konferencia. Nyilván jelenleg ez még most nem aktuális, hiszen a harcok zajlanak. a folyik a rombolás és az ember életek százainak, ezreinek a elvesztése. Mint minden háború esetén azt gondoljuk, a legfontosabb feladat az, hogy mielőbb a harcok véget érjenek, fegyverszünet legyen, és megteremtődjenek azok a feltételek, amelyek egy béketárgyaláshoz, mondjuk a békéhez szükséges nemzetközi garanciák biztosításához vezethetnek el, és amelyek véget vethetnek ennek a súlyos állapotnak, ami itt a közvetlen szomszéd országunkba kialakult. Mit szól azokhoz a kritikákhoz, hogy a Csehország a kettős állampolgárságú menekültek ügyét firtatta, hogy egy elég furcsa helyzet alakult ki. Mit szól ezekhez a kritikákhoz? Az EU Observer írta egy hogy egy libanoni férfi Ukrajnából jött, és Magyarország kitoloncolta, tehát jöttek ilyen hangok is. Erről mi a vélemény? Magyarországnak a menekült politikáját és a migrációs politikáját, mert ugye a déli határa megőrizzük a határt, és az ismeretlen identitással tömegesen érkező fiatal férfiak erőszakos bejutását a szervezet bűnözés támogatása meg megakadályozzuk. Emiatt is és időnként más ezzel kapcsolatos kérdésekben is érik eh, politikai támadások eh, Magyarországot már olyan is elhangzott, hogy hát tulajdonképpen ukrán menekülteket fogadunk, de hát nyilván azért, mert ők keresztények, és bezzeg a szegény muszlim menekülteket meg nem fogadjuk, tehát ez nyilván nem felel meg a valóságnak. Ez a cseh kritikákhoz szól egyébként? Én nem szeretném én minősíteni, hogy a v egyik tagállama most ebben milyen álláspontot foglal el. Soha nem gondoltuk azt, hogy a v azok valami fajta teljes vélemény összességében azonos álláspontot képviselnek. Szuverén országok az érdekképviselet, a közös érdekérvényesítés, a négy tagállam polgárainak a kedvezőbb helyzete, a fő célja a v együttműködésének. Reméljük, hogy a béke beköszöntével, vagy legalábbis a tűzszünet elérésével ezek a viták is elsimulnak. Mi a helyzet most a déli határon, hiszen ott is rengeteg menekült érkezik, rengeteg embercsempész dolgozik, nagyon sok balesetről lehet hallani. Ott hogyan lehet fenntartani a rendet most? A, rende... rendet azt nagyon nehéz fenntartani, mert folyamatos ostrom alatt áll a műszaki akadályrendszer, és a járművekben elrejtőzve is nagyon komoly csoportok, 50-60-70 fős csoportok tesznek kísérletet az átjutásra, és valóban előfordul, hogy a rendőri felszólításra a járművekkel nem állnak meg, balesetet okoznak, vagy kiugrik a pilóta, és, vagyis a sofőr, és elmenekül helybe, ott hagyja a balesetet szenvedett migráns csoportot, 67 ezer határsétet fogtunk el, tavaly ugyanebben az időszakban 33 ezeret, és... bőven megduplázott. Igen, és 500 fölött van az elfogott embercsempészek száma, 300 volt tavaly ugyanebben az időszakban, tehát számszakilag is, a nagy csoportos megjelenésbe, az erőszakosságba, az állampolgársági összetételben is kedvezőtlen változások következtek be. Az állampolgárok között egyre nagyobb számban, a szírek mellett egyre nagyobb számba vannak az afgánok, de nagyon érdekes, jelentős növekedés van az indiai, pakisztáni polgárok megjelenésében is. Mindez annak ellenére, hogy az idevezető úton már Irán is az afgán határon komoly határzetet folytat, Törökország az iráni határon falat épített, és mégis átjutnak, és Törökországba bejutott határsértőknek a tavalyi év hasonló időszak az képes közel 70%-os növekedés van az érkezettek számát tekintve, és ez természetesen megjelenik, lecsapódik a balkáni útvonalon. Bakondi úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.